A következő kísérletünkben a legfontosabb célunk az, hogy összehasonlítsuk a csapvízünket, illetve a kémiailag tiszta víz, a desztillált víz összetételét. Következőképpen végezzük a kísérletet. Ugye két főzőpohárba vizet tettünk, és alatta pedig bunzenégőt. Meggyújtjuk a bunzenégőt, és elkezdjük melegíteni ezt az oldatot. És két főzőpoharat helyezünk rá, és az egyikre desztillált vizet teszünk, a másikra pedig csapvizet. És melegítés hatására, ugye mi történik a folyamatban? A hő felmelegíti a kémcsövekben lévő vizet, a vízből, mint folyadékból gőz keletkezik, a gőz pedig föl fogja melegíteni az óraüvegen lévő folyékony anyagokat, illetve azokat az anyagokat el fogja párologtatni, amelyeknek a forráspontja alacsonyabb, és vissza fog maradni olyan anyag, amely az oldatnak az összetételét adja, mivel a desztillált víz kémiailag tiszta víz, várható, hogy nem fogunk kapni majd párlási maradékot, a csapvíz esetében pedig párlási maradékot fogunk kapni. Az óraüvegünkön levő párlási maradékot szépen letöröljük, és láthatóvá válik, láthatóvá válik a visszamaradt, oldott anyag, amely a csapvízben található. Ilyen fehér kis lapított formában. Nézzük meg ugyanezt a kémiailag tiszta vízzel. Láthatjuk, hogy semmilyenféle párlási maradékot nem tartalmazott a kémiailag tiszta víz. Összehasonlítva lehet látni a végeredményt. Ugye a csapvízben különböző oldott anyagok találhatók, amelyek a víznek az élvezhetőségét adják. A kémiailag tiszta vízben ez nincsen meg, és ezért ugye a kémiailag tiszta víz fogyasztása például.